aki szeret, etet, tartja a mondás, ami a legtöbb családi háztartásban gyakran vezet túlfogyasztáshoz. Csak Magyarországon évente mintegy 1,8 millió tonna élelmiszer hulladék keletkezik, ami az éves élelmiszer vásárlásunk 10-11%-át teszi ki. Az EU-s átlag szerint az egy főre eső éves élelmiszer hulladék termelés 92 kg. A magyarországi egyfőre eső élelmiszer pazarlási adat kedvezőbb, mint az EU-s, 65 kg per fő per év. Ez a legutóbbi mérésünk szerinti adat, ami 2019-es. Éppen most készül a következő elemzésünk, abban bízunk, hogy egy-két hónapon belül frissebb adatokkal tudunk szolgálni. Ennek a fele azonban megelőzhető lenne, úgyhogy még így is elég tetemes az, amit teljesen feleslegesen veszünk meg, tárolunk otthon, esetleg meg is főzzük, és utána ki kell dobni. A másik fele az sajnos az elkerülhetetlen élelmiszer hulladék, csirkecsont, kávézac, tojáshéj, hogy csak néhány példát mondjak. A Nébis szakembere elmondta, minél fejlettebb egy ország, annál nagyobb részét képezik a háztartások az élelmiszerpazarlásnak. Magyarországon a kommunális hulladék egyharmada, az EU-s viszonylatban pedig az élelmiszerpazarlás fele keletkezik a háztartásokban. A karácsony az csúcsidőszak, az Európai Unióban legalábbis. Ilyenkor a vendégségek, illetve a gondoskodásunkat is élelmiszerekkel akarjuk kifejezni, és néha ez a gondoskodás, ez túl gondoskodásba csap át, úgyhogy ezek kritikus időszakok, hasonló egyébként még a húsvét. A családi rendezvények azok nyilván egyediek, de ezeket tudom még kiemelni, különösen a szüli napozásoknak az eseményeit. És a gyümölcsök és zöldségek tekintetében, amelyek top listás helyen vannak az élelmiszer pazarlásban, a nyár és a kora ősz kiemelkedő időszaknak számít. Az Európai Uniós jogszabályváltozásoknak köszönhetően most már hazánkban is lehet adományozni olyan termékeket, amelyeknek lejárt a minőség megőrzési ideje. Erre az intézkedésre azért volt szükség, mert a tartósító eljárások következtében bizonyos élelmiszerek a hivatalos minőségmegőrzési idő lejárta után akár még 12 hónappal is fogyaszthatóak maradnak. A Nébih szakemberei által készített legfrissebb fogyaszthatósági táblázat segít eligazodni a kereskedőknek abban, hogy mely élelmiszereket érdemes még felajánlani jótékony célból, valamint a fogyasztó lakosság számára is hasznos útmutatóként szolgál. A szakemberek hangsúlyozzák, a lejárt fogyaszthatósági idejű romlott termékek komoly veszélyt jelenthetnek az egészségre, ezek elfogyasztásával inkább ne próbálkozzunk.